Jó reggelt, fiúk, lányok! Ez itt a Q-Form Studio, és ez itt a 9., azaz az utolsó előtti ranked besoroló mérkőzésünk. Hát igen, megint Maokai-jal játszunk, most dzsungel, nem top dzsungel. Ugye második részben volt azt hiszem egy dzsungel Maokai. Hogy volt, a harmadik voltam a választásban, és valaki nagyon akarta a midet a végén, úgyhogy odaadtam neki. És hát, mivel nem igazán volt tank a csapatban, nem tudom a Nasus, hogy fogja még építeni, meg még be se csatlakozott. Reméljük, hogy megjön közbe. Elvég nem is ő választotta a Nasus-t, hanem a gép, na mindegy. Az a lényeg, hogy nem tudom, hogy fogja építeni, ezért hoztam egy olyan champion-t, akit biztos vagyok a dzsungelben. Tudom, hogy igen, tudok vele is nagyjából játszani, és nagyon jól tankra lehet építeni. Nem igazán van olyan másik champion, akit tankra tudnék építeni dzsungelben jelenleg. Ramus van még esetleg, de vele vagyok a legbiztosabb a pályán. Szóval, ha minden igaz, úgy fogunk kinézni, hogy boton lesz egy Ezreal és egy Leona. Miden egy... valószínűleg talán minden lesz a Ryze. Toppos lesz az Amumu. És dzsungelben pedig a Xin Yao. Úgyhogy meglátjuk, érdekes lesz. Jól van. Na. Nem tudom, hogyan fogom bírni itt ezeket a buffokat. Én úgy szoktam, hogy első körben viszem mind a kettőt. Meglátjuk, hogy sikerülni fog-e. Meghalni semmiképpen nem akarunk, úgyhogy majd megtesszük a tőlünk telhető legjobbat. Egy kicsit hangos játék. Ja, majd zene is lesz elvileg mindjárt. Amint lesz egy kis nyugodtabb pillanat. Még egy poti. Jó. Húzva szokott lenni a piros, de azért el szoktam tudni általában vinni vele. Még itt a buff picit nyom, meg ugye mindjárt lesz, meg lesz ugye a smite, és akkor azzal kapunk vissza életet, hogyha használjuk a nagy szörnyetegen. De levardolunk, nehogy meglepjenek minket, és akkor hát nézzük. Reméljük, hogy itt nem lesz gond. Topposunk egyelőre nagyon nincsen. Ami nagyon nem jó. Jó. Ez is megvan már. Oké. Na és akkor ilyenkor gyorsan haza szoktam rohanni. Ez jó, csak jönne már meg a Nasus. Na, az viszont nem jó, hogy a Nasus nincs itt. Most akkor oda kéne mennem is tartalom topot. Ja. Az lesz a legoptimálisabb. Azt mondja, lassítás... vagy farm, nem, lassítás lesz ebből. És kimegyünk oda a lénre. Remélem, hogy vissza fog tudni csatlakozni. Nekem is voltak problémáim itt az internettel, a előző gyakorló meccset eléggé nagy FPS laggom volt. Bár a töltőképernyőm sem volt már fent, úgyhogy nem tudom, mi lesz belőle. Meglátjuk. Esetleg megpróbáljuk itt az Amumut minél jobban hátráltatni a toronydöntésben. És megpróbált, de valószínűleg ő tankra építve, hogyha jól látom, vagy csak Nasus ellen próbálkozott. Akkor ezek szerint ez egy félig top, félig dzsungel kör lesz. Lehet, hogy akkor mégis csak egy kicsit AP-sra gondolkodtam, hogy ugye full teljesen semmiféle damage-et nem veszek rá, de így lehet, hogy fog kelleni. Azt mondja, hiányzik, nincs már ott a szín, nincs vardom még, majd mindjárt reméljük, hogy lesz. Jó, elég jól be tudtam pusholni. Csak lenne itt a Nasus, mert ez így az ember hátránya az nem vicces. Reméljük, hogy nem az, ugye itt a végén beírt a chatbe nekünk, hogy a fenébe nem is a Nasus-szal akart jönni, és hogy kurva számítógép. Körülbelül ez volt a lényeg, de most szépen fogalmaztam amúgy. És
Hát remélem nem az van, hogy most nem az van, akivel akar, és akkor most kilépett, aztán jó volt minket, meg itt hagyott a kakiban. Aha. Én meg nem tudok menni senkit se genkelni, mert topot kell védelmeznem. Nagyobb damage-em van egyelőre. Jó, mondjuk ő AD runákkal jött. Az érdekes, pedig az Amumu az ugye tudtommal, amennyire tudom, az eléggé AP. Szokták is AP dzsungelesnek építeni egy időben. Most nem tudom, hogy működik. Level előnye van. Meg minionja is. Most már azért... Úristen, ott mi van? Az ott halott. Sajnos nem tudok mit csinálni. Nincsen topposunk. És hamarosan el fogjuk veszíteni a dolgokat, hogyha nem. Jó, van flash kijött. Ez tökem tökéletes. Akartam már pingelni, hogy kérek helpet, de azt rájöttem, hogy én vagyok a dzsungeles. Hogy váratom a helpet. Ez így nagy szívás. Mindenesetre megpróbáljuk a legtöbbet. Az a baj, hogy most már 6 perc eltelt. Az egy Nastusnak nagyon nagy kihagyás, főleg a stackjeit. Figyelembe véve a stackjeit, az nagyon nagy kihagyás. És nincsen teleportom, s hogy visszajöjjek a lényre időbe. Már pedig nekem haza kell mennem. Azt mondja... Most nem tudom, mit vásároljak, akkor most átmegyek, ahogy hívják rá, egyelőre toppos üzemmódba. És akkor veszem ezeket. És... Nincs jobb ötletem sajnos. Azt majd, hogyha esetleg... Hát ez így szívás. Így utolsó előtti meccsre nem egy ilyen meccset képzeltem ugye. Már 6-os szintű az Amumu. De mivel... HD-t épít, elég nehezen fog legyőzni. Nem tudom, miért ez véletlen hozta azt a runát. Mit épít egyáltalán? Tankot? Ja, sejthető volt. Biztos csak a last hit-ek miatt hozta az AD runát. Hozhattam volna magammal... Vardot. Jaj, zene. Egy pillanat, már is adom. Csak így háttérbe lájtosan, hogy... Azt mondja, mit van? Amumu Ignite. Na, akkor azért óvatosan. De, tehát előnyben vagyok egyértelműen. Meg is tudnám ölni, ha minden igaz. Így már nem annyira biztos. Így viszont igen. Még hogyha izé lenne. Topposra építeném. Toppos lennék, és toppos runákkal, toppos... Valami az így, mi az TP-vel, uff, mennyivel jobb lenne ez. De nem, egyelőre nem úgy akar összejönni a dolog, sajnálatos módon. Jó, veszünk még egyet veszünk még. Az olyan, hogy tartsuk minél tovább ezt a tornyot. Az FPS sem is megy le, na már csak az kéne. De akad. Ezt csinált az előző körbe is, nem tudom miért. Szép.
Hát ez... Ez nem szép, ez a látvány. Nem tudom, miért csinálja. Előbb újra indítottam a kliens, most jó volt. Hát most megpróbálunk így játszani. Amíg csak egy ember ellen kell harcolnom, addig nem lesz gond szerintem. Mi adjátok, 4-essel rakom le a vardot, jól van. Nem tudom, mi volt, mi ez a Lux Spike, mitől jön. Háttérbe amit letöltött volna? Tölt le valamit éppen? Tudom, egy kicsit unalmas a Maokai, de... Itt a... besorolóban nem szórakozunk itt új karakterekkel, majd hogyha benn leszek, akkor majd... lesznek új karakterek. LeBlanc-kal is fogok játszani, most egy tök jó köröm volt a LeBlanc-kal. Kár, hogy ott is AFK volt a support. Mindig van valami baj. Jó, azt elrontottad azt a stunt. Él, az él, a dzsungelesük az él, úgyhogy csak óvatosan. Méghozzá szerintem itt is van. Hoppá, 13-1, úgyhogy 4v5. Az mondjuk durva. Kíváncsi vagyok, hogy ez meddig marad. Kellett volna vennem egy vardot oda hátulra, aha, tudtam, hogy ez lesz. Jó, ezt egész jól megúsztam. Jobb lett volna, ha rá tudok ugrani, és akkor még kevesebbet kapok tőle. Megnézzük, hogy nem marad-e itt. Melyenk azért beszoktak próbálkozni még egy körre. Jól van. Az egy darabig tartja nekünk a képet. Cooldown. The Reckoning. Ó, mellé nyomtam a stunt. Aj, de rossz. Nem tudom, ki ellen vardol. Ja, mondjuk lehet, hogy a Lux ellen. De most nincsen. Fönt. A képen. Na, azt mondja, kicsit próbálok úgy beszélni, hogy oda is tudjak figyelni. A játékra is, meg a kommentárra is. Szóval, ha jól látom, akkor Amumu full tank, tehát annyira nem kell félnem, mint lane ellenféltől. Majd, mint late game-es, az vicces lesz, az biztos. Á, azt nem tudom elhozni. 48 farm. Én már kell van egy olyan érzésem, hogy ez a Nasus már nem fog visszajönni. Kis... Nem tudom, hogy miért akar legyőzni úgy, hogy nincsen semmi damage-e. Még úgy meg tudnám érteni, hogyha nem full tankra építene. Azt mondja, ezt még gyorsan elhozzuk. Jó, ez így elég is. N1400, nagyon jó, abból tudom, meg tudom venni. Azt még nem tudom megvenni. De ezt már igen. Mi ez a Rod of Ages? Igen, Rod of Ages. Próbálom memorizálni az új a neveket. Illetve... Nem tudom, hogy ki látta, ki nem, de... Kihozták az új champion-t, mert mint még csak bemutatták. De láttam, és hát hú... Vicces kis support lesz az. Ilyen portált tud nyitni, fagyasztani, turete, nagyon jó. Nem tudom, hogy láttátok-e, ha nem láttátok, akkor mindenképp nézzétek meg, fenn van a LOL-nak a honlapján. Most rakták ki, én... Ma van 25-e, február 25, most rakták ki. Ha ezt később nézitek, akkor már valószínűleg tudjátok, ismeritek, lehet, hogy játszottatok is már vele. Minden esetre nekem nagyon szimpatikusnak tűnik, az a teleport, meg minden, olyan jó kis dragon harcok jöhetnek abból majd még ki, hogy hú. Turret dive-ok, mert le tudod fogyasztani a turretet egy bizonyos időre, tehát az borzasztó jó lesz.
meg tudod védni. Ah, elég kellemes kis champion, és vicces dolgokat tud emellett csinálni. Megint lag, nagyon jó. Kíváncsi, hogy ez videóban hogy fog látszódni. Nem tudom, ez mitől van. Valami dolgozik a gépem, de nagyon rendesen ilyenkor. Pedig most is vagy egy 5 percig nem volt semmi baj. Jó, elég kellemes. Most elkezdik ütni az ő tornyát is. Jó, még a minőrök is ütik rendesen, helyes. Hát a full életéből azért levettem rendesen, maradjunk abba. Visszább is vonult. Jó, most visszamegyünk. ...21-3. Ki halt meg? Morgana, egyszer a Vayne, és egyszer a Lux is. Igen, azon még ott voltam. Road of Ages megvan, nagyon jó. Akkor elkezdhetjük stackelgetni. Veszünk egy cipőt is. És ezt is, még egy ilyen potit. Ó, tudom, mit kellett venni. Amit minden egyes alkalommal megemlítek, de sosem veszem meg őt. Viszik, gondolom, a buffunkat, ezt lehet, hogy meg is nézzem, rajta ütök. Ha odaérek, cammogva. Még lopni is tudok, mert smite-om van. De mondjuk inkább... Jó, ezt itt szerintem megpróbáljuk elvinni. Behozzuk a bokorba, hogy ne lássanak, illetve én meglássam, hogyha valaki lopakszik. Azt mondja, 685-t tudok most a smite-tal csapni. Az meg is van, jól van. Kis előny a lane-re. Még úgy sért oda, nagyon jó, odaérünk mi időben. Itt van, full tankra építja. Nem tudom, miért harcol. Egyre jobban bírom az ütéseit én is, mert tankosítok én is. Úgyhogy... szerintem el is indulok lefele, kicsit rombolok. Mert hát... be van pusolva. Vagy pusoljuk a tornyát. Meg jobb. Nincsen vizeje. Teleportja. De bedobunk egy vardot, hogyha jön a Xinjiao. És ezt meg bepusoljuk. Még akár le is döntjük a tornyát. Úgyis ott gyűlnek. Én addig leütöm a tornyukat, ja. Ez egy elég jó trade, ha el is veszítjük a sárkányt véletlenül. Nagyon viszik, úristen, hogyha ezt megnyerjük 4v5-be, az nagyon durva lenne. Nagyon adnám. És most megint jó az FPS-em, hihetetlen. Néha fogja magát, azt úgy gondolja, hogy Na, most nem jó. Miért harcolsz ellenem? Szerintem még mindig el tudom vinni. Viszonylag simán, és nekem nem volt full életem. Ez az 5-0-as Maokai top az nagyon jó, gyerekek. Próbáljátok ki, hogyha még nem tettétek. Tankos vagy, és mégis viszed az embereket. Nagyon vicces. Nem kell erőlködnöd, tök jó. Én nekem nagyon be. Azt mondja, veszünk ilyet, mert stun az jó lesz, stun ellen jó lesz. És akkor mit tud? Azt mondtam, hogy magic-es, főleg a bagázsuk, ja. Az Ezreal-t meg a szint leszámítva. Azt mondja, hogyan buildelünk tovább, akkor élet kell nekem is. Akkor szerintem ezt ki, ezt adjam el. El tudom adni? 500-ért el tudom adni. Á, nem adom el. Back.
Jó lesz az még a sárkánynál, meg ilyeneknél. Inkább veszünk egy ilyen tankos itemet hozzá. Megpróbáljuk lehozni ezt a tornyot. Most megint rossz az FPS-em, kellett nekem mondani a fenébe! Sosem kiabáljátok el. Egész sok életem van. 2400, mennyi van az Amumu-nak? Hol az Amumu? Itt az Amumu. Több életem van, mint az Amumu-nak. Tankosabb vagyok, mint ő. Jó, flash kijött. Hopp, nem látom, hogy hol van a szín. Jó, az elég. Szerintem ez trollkodik már, vagy nem tudom. Mert az annyira azért csak nem lehet, mondjuk hülye. Ha mondhatom ezt. Jó, ez is megvan, de bedobjuk a vardot. Farmal hogy áll az Amumu? Hát le van maradva, mint a... Mint a nem is mondom ki, hogy mennyire. Jó, elhoztuk a sárkányt is. Figyeljetek, 33-4-be vagyunk, 4v5. Hát ez... Betoljok. Meglátjuk, hogy teamfightban mit tudunk lehozni. Az Ezreal hogy áll? 1-7-be van. Akkor ez nem vágja az Ezreal-t nagyon. Vagy a Vayne nagyon jó, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó. Látom elvileg, hogyha jön a szín. És még egy. Kicsit jöjjön közelebb, és akkor meghalt. Ah, jössz, oké, okay, látom. Látom, mi a szándékod. Az a 6-0-ás Maokai azért vicces. Gondolom, ők is így gondolták. El is ment? Akkor én visszajövök. Itt egy free kill, ha kell. Öld meg! Jó, akkor majd én. Nyugodtan elviheted volna, mert... Á, nem, neki is van bőven kire, jó van. Akkor nem akart megszámni. Hogy mondják? Igen. Vidd el! Azaz. Én aztán neked adom. Én meg vagyok a nélkül is. Jó. Ez is megvan. 7-0-ba vagyok. Nagyon jó. Mindenki eltűnt a térképről, ezt nem veszem jó dolognak. Aztán most vonulunk vissza. Mindjárt max tekem a Road of Ages-em, van 1900, majdnem 2000 goldom. Most hazamegyünk és elszórjuk. Azt mondja, megvesszük őt, és szerintem veszünk még és még többet. Azt mondja... senkinek sincs semmije. Akkor szerintem... Nem tudom. Nem tudom, mit vegyek. Annyira gyengének tűnik az ellenfél, hogy... Szerintem veszek egy ilyet. Még több élet, és még több AP. Csak jó lehet, nem? Morgana hogy áll? 0-2. Az elég jó nagy Morgana. Én sose tudtam morgánázni, úgyhogy... Sure.
Jól van. Igen, riportolják csak a Nassus-t. Megyek, megyek, nem kell itt pesztrálni. Ezt lehozom. Azt mondja, hogy áll az Amumu? 12-es szintű, jó alacsony. És folyamatosan csak tankra épít, ami nem baj igazából, csak akkor nem lett volna, ne lett volna ennyire támadékony, vagy hogy mondják ez, nem, offenzív, az nem mindig jut eszembe a dolog, ami kéne. Igen, van ott damage, az a Lux, na, megint elment az FPS, ez biztos élvezetes videó lesz, hogyha ilyen laggos lesz folyamatosan. Jó, rá se ugrok már. Az a damage. Triple. Meg lesz a quadra. Quadra kill megvan. Hát gyerekek, ezt nyertük szerintem. Nagyon tankos vagyok, úgyhogy mondhatom azt. Spell shieldet akartam, igen én is. Jön a Shari, inkább vigyük el azt. Jó. Van Vardunk is, most MTV-ből. Igen, tisztítottunk Vardot is. Még gyorsan a sárkányig kéne jutnom. Úgy látom, addig nem fogok. Hetvenkettőt ér már csak az Amumu. Nagyon tankos vagyok, mármint hogy életben vagyok nagyon sok, mert azért ilyen védelmem az nem sok van. Abba tud valaki segíteni, vagy nem? Ezt elviszitek ti ketten, nem? Nem tudom, mi volt ez a meccs, fogalmam sincs. De igazából tetszik, úgyhogy nem igazán foglalkoztat. Jó. Igen, hát ez egy furcsa játék volt. Szerencsére minden lény, nagyon mindent kétszer mondok. Tehát mindenki nagyon vágta a témát. Szerencsére nem dzsungeleskedtem, hanem fölmentem topra és védtem. Szerencsére az ellenfelem nem volt túl skilles. Úgyhogy ez volt a 9. játék. Már is átrakom, hogy élveztessétek a végeredményt. Itt kap azért a Nassus egy AFK-t. Pedig ha még itt van, akkor kapott volna egy ingyen győzelmet. Na mindegy. 56. Tessék, 56 az arány. 8-0 nem haltam meg. Ott a 24-es Vayne, azért elég durva volt. De igen, mindenki jó volt, kap mindenki honor ablét, aki nem Nassus. Azt mondja, helpful, teamworköt nem nagyon kapnak, mert nem volt teamwork. Nem harcoltunk együtt, egyáltalán nem volt teamfight nagyon, úgyhogy nincs mit ezen teamworkölni. Úgyhogy igazából, ha jól látom, 7-2-be vagyok. Következő meccs lesz az utolsó, ne hagyjátok ki. Megnézzük, hogy hova kerülünk. Reméljük, hogy visszajutunk ezüstbe, az már nem lenne rossz.
És hát igazából köszönöm szépen a figyelmet. Remélem tetszett a videó, ha igen, akkor like, komment, ha van hozzáfűzni való. Tanácsokat tényleg adjatok, mert fejlődni akarok, ez a fő célom. Mindenesetre még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok, és csak így tovább.